Visszatérve a témánkra, az elmúlt éveknek talán az egyik a jövőre nézve legnagyobb hatású településfejlesztési kutatása az a belügyminisztérium által vezetett helyi versenyképességfejlesztési kutatás volt. Tudom, hogy a résztvevők közül sokan, a polgármesterek egészen biztosan részesei voltak a regionális és a térségi munkának ebben a kutatási programban, ami gyakorlatilag a települések teljes körét mérte fel, a versenyképesség, a fejleszthetőség, a közszolgáltatások sikeres működtetés érdekében. Egy nagyon fontos következtetése volt ennek az óriási kutatási programnak, miután meghatározta a településnek a siker kritériumait. Mitől sikeres egy település? Beszéltünk erről egyébként a képzés során sokat, és ha szükség van rá, akkor beszélünk majd erről a műhelyek során is. Tehát megnézte, hogy mitől sikeres egy település, tehát hogy mik az alapfeltételei a sikerességnek. Közösségi részvétel szempontjából, az úgynevezett inkluzív önkormányzati magatartás szempontjából, tehát ahol az önkormányzás folyamatában valóban bevonom annak a legfontosabb szereplőit, a helyi lakosokat, de bevonom a maguk helyén a gazdaságot, a civil szektort, ezt a legszélesebb értelemben is minden lehetséges szereplőt, aki a településemre hatással van. Tehát azt állapította meg ez a kutatás, hogy minél inkább tud ilyen inkluzív, bevonó, együttműködő módon működni egy település, annál inkább garantált a sikere. Lehetett húzni egy vonalat, ahol azt lehetett mondani, hogy az inkluzív magatartású települések, ha tetszik, akkor gyakorlatilag sikerre vannak ítélve. Van sok olyan település, ami sikeres, és nem inkluzív ugyan, de azok a települések, amik tudnak ilyen módon működni, azok tartósan és tartós pályán évtizedekig tudnak gyakorlatilag sikeresen működni, hiszen nem csak a politikai vezetés, a jól működő politikai vezetés, hanem a helyi társadalom egésze itatódik át, ha tetszik, épül be a kultúrájába ez a fajta működés. Ahogy elmondtuk, a következő vendégünk Mihály József lesz, Tata polgármestere, 2006 óta egyébként. Igen neves közösségi település vezető, képzett szakember, szociális szakember, teológus, igen sokoldalú személyiség. A városvezetői munkájára éppen ez az inkluzív és integrált településfejlesztési szemlélet a jellemző. Tata fejlesztési stratégiájának, amelyet ebben az együttműködésnek a keretében dolgoznak ki, a célja az nem pusztán a gazdasági növekedés, nem pusztán a gazdasághoz, a beruházásokhoz kapcsolódó indikátorok azok, amik meghatározzák a működését, hanem ott vannak a társadalmi és közösségi célok is. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a stratégiájuk egésze beleilleszkedik a társadalom fejlesztésébe, illetve a társadalom politika közösségi elképzelésébe. Mélyen beágyazódik tehát a társadalompolitikába. A vezetés a városról, mint önkormányzó közösségről gondolkodik és gondoskodik a mi személyes tapasztalataink szerint is. Partnerségi együttműködése alapozó koncepciójukban, a magyar tervben egyáltalán is összehangoltan jelennek meg a város működésének ágazati vonásai. Ott láthatjuk a gazdaságot, ott láthatjuk a köznevelésre vonatkozó elképzeléseket, a kultúrára, a szociálpolitikára, az egészségügyre, a városüzemeltetésre, az egészségügyre vonatkozó elképzeléseket. De ugyanígy a generációkkal való együttműködés és a generációkra való vonatkozások jelennek meg évtizedes perspektívában, és a környezetvédelem meg számos más olyan kérdés van, amiről együtt gondolkodnak, és ami nagyon fontos, és ezt mutatják a tapasztalatok, és kérem majd polgármester urat, hogy beszéljen erről, akár ennek a járványhelyzet nehézségeiben való szerepéről, egy folyamatos együttműködésben van mindezen kérdésekben, a legfontosabb
szereplőkkel, érdekeltekkel a város. Átadom a szót polgármester úrnak. És nagyon nagy szeretettel, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen a felkérést és a meghívást erre a konferenciára. Nagy szeretettel köszöntöm mindazokat, akik már hozzánk csatlakoztak, és még egyszer a szervezőket. Nagyon nem egyszerű dolog így az embernek a szobájában ülve, egy képernyőt nézve, ráadásul saját magát látja, előadást tartani. Én nem is előadást szeretnék tartani, hanem inkább egy ilyen kis gondolatébresztőt, vagy saját tapasztalatainknak a kicsi rezüméjét, hiszen ez a fél óra erre talán lehetőséget ad. Azt a címet kaptam, hogy értékorientált térségi fejlesztés. Legelőször is azt szeretném rögzíteni, hogy én azt hiszem és abban bízom, hogy erről mindenki így gondolkodik. Tehát minden polgármester, minden településvezető, legyen az egy kis falu, vagy legyen az egy közepes város, vagy egy nagyváros, tehát mindannyiunknak az a dolgunk, hogy értéket teremtsünk. Ugye most adventben vagyunk, ha szabad egy rövid kis szentírás idézettel kezdeni, ugye a Jézus egyik nagyon izgalmas, érdekes példabeszéde az a talentumokról szól, ahol a gazda elmegy hosszú útra, mindenki kap valamennyi a munkatársainak, a szolgáinak kiosztja a vagyonát, 5-5, 3-at, 1-et kapnak, és mindenkinek megmondja, hogy szigorúan számon fogom rajtad kérni, hogy mire visszajövök, hogy mit teszel vele. Aki 5-5 kapott, 5-5 termet hozzá, a másik 3-at, aki 1-et, az elásta. És ugye az elszámoltatásnál az a kérdés merül föl, hogy nem az, hogy az 5-öt megőrizted-e, a 3-at megőrizted-e, az 1-et megőrizted-e, ez az alap, ez nem kérdés, hanem hogy mennyit teremtettél mellé. És mindannyiunk számára az életünk során ez kell, hogy legyen az alap vonalunk. Mennyit tudunk az mellé teremteni, amit kaptunk. Egy település életében is azt hiszem, és én így gondolkodom róla, és így szeretném a városunkat, Tatát segíteni a fejlődésében, hogy az, amink van, az az alap. És azt fogják rajtunk számon kérni, hogy mennyit tudtunk még mellé teremteni. Ez az értékorientált jelző pedig azt gondolom, hogy azt húzza alá, hogy mindezt érték elven, érték alapon kell elvégeznünk. Egy nagyon szép I.S. Gyula idézetet hadd hozzak ide, amit nagyon szeretek. A szél kihívásaira a fa gyökerével válaszol. Gondolom mindenki ismeri ezt, vagy nagyon sokan. Tehát a szél kihívásaira a fa gyökerével válaszol. Vagyis, hogyha mélyen vannak a gyökereink, ha biztosan állunk a lábunkon, ha megfelelő a múltunk ismerete és annak az értékeinek a fenntartása, kézben tartása, akkor semmilyen széltől nem kell aggódnunk, mert akkor egészen biztos, hogy ezekre a kihívásokra folyamatosan a gyökerünkből szívott erővel válaszolni, reagálni tudunk. Mi 2006-ban, amikor itt egy elég nagy változás történt az önkormányzatiságban, a városban, akkor úgy határoztunk, hogy egyrészt készítsünk egy értékleltárt, szedjük össze, mink van a teremtett örökségben, mink van az épített örökségben, és mi maradt ránk a szellemi örökségben. Ezt az utóbbit nagyon sokszor el szokták felejteni. A teremtett örökséget nagyon sokan ugye a meglévő természeti adottságokkal azonosítják csak. Én ennél egy kicsit többet érzek ebben. Talán az épített örökség az, ami a legegyértelműbb mindenki számára. Szóval az első és legfontosabb feladata minden önkormányzatnak, megint aláhúzom, hogy én tudom, hogy ezt a legtöbb polgármester így csinálja, tehát elnézést attól, akinek úgy tűnik, hogy túl dedós gondolatokat mondok. Csak szeretném polgármester társakban megerősíteni, hogy szerintem is jól csináljátok a dolgotokat, jól csinálják a dolgukat. Szóval, ha megvan ez a leltár teremtett, az épített és a szellemi örökségünkről, akkor viszont van esélyünk egy jó tervet készíteni. Ugye volt olyan kötelező feladata, meg van is az önkormányzatoknak, hogy
ciklusonkénti gazdasági programot kell letenni minden ciklus indulásánál, ugye ez pont most volt esedékes, választás után egy éven belül ezt meg kell csinálni, testületnek jóvá kell hagynia. Utána volt egy olyan kezdeményezés, ugye annak idején a belügyminisztérium részéről, hogy egy integrált településfejlesztési stratégiát kellett írni, ami egy hosszú távú fejlesztési elképzelés. És mielőtt ez a kötelezés megjelent volna, mi már előtte úgy gondoltuk, hogy ne csak egy ciklusra készítsünk gazdasági programot, hanem egy 20-30 éves távlatba próbáljunk meg kinézni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, különösen mostani világunkban, amikor eszméletlenül nehéz hosszú távon gondolkodni, hiszen azt se tudjuk holnap mi fog történni. De mégis rászorítottuk magunkat arra, hogy kicsit elengedjük a fantáziánkat, sőt, ahogy itt Arisztid kedvesen fölvezette a gondolataimat, ebbe amennyire csak lehetett, bevontuk a tataiakat. És ebből a gondolatfüzérből először létrejött egy vitairat, amivel megszórtuk a várost rendesen, ez egy nyomtatott anyag volt, amit a lehető legtöbb helyre eljuttattunk, ezt még nem dobtuk be mindenkinek, de akinehez csak lehetett eljuttattuk, akire úgy gondoltuk, hogy érdeklődő, meg érdekli a város jövője, illetve lehetett érte jönni is, és megkapta, aki csak akarta. Ezt a vitairatot utána részleteiben földolgoztuk, és ezt követően pedig ennek a földolgozásnak az eredménye lett az úgynevezett magyari tervünk, amit remélem, hogy így jól látszik. A magyari tervünk, amely egy olyan kiadványa lett a városnak, amiben a következő 20-30 esztendőre megfogalmaztuk magunkat. Ahogy látszik, itt már a 2.0-as verziót mutatom, mert hogy most 2008-ban született ez meg, és utána 2015-ben ezt már felülvizsgáltuk, és most folyik a 3.0-asnak az elkészítése. Ezzel csak annyit akarok gyorsan rögzíteni, hogy ugye írásból értünk egyrészt, másrészt pedig ahhoz, hogy biztosan tudjunk haladni, mindig fontos, hogy a mérföldköveket rögzítsük. Ugye, minőségbiztosításról is ma sokat beszélnek, és ez egy új kötelező feladványunk tulajdonképpen. Amikor először ez a fogalom úgy bejött a köztudatba, akkor az egyik orvosbarátom, ha már most ilyen pandémiás helyzet van, hadd idézzem őt, azt mondta, hogy náluk is bevezették a kórházba a minőségbiztosítást, és kérdeztem, hogy hát és ez hogy működik. Hát azt mondja, ugyanazt csináljuk, amit eddig, csak most már le is írjuk. Szóval a minőségbiztosításhoz feltétlenül szükséges az, hogy ezeket a mérföldköveinket, ezeket a dolgainkat, feladatainkat rögzítsük. Még egy fontos szempontot a magyari tervhez hadd mondjak. Igyekeztünk populáris stílusban megírni, bocsánat a megfogalmazásért, szóval olyan stílusban fogalmaztuk meg, hogy mindenki értsen belőle. Az is, aki iskolázottabb, de az is, aki nem annyira, viszont érdeklődik a város iránt, érdekli, hogy mi fog történni, érdekli, hogy ő mihez szólhatna hozzá. Ennek a magyari tervnek Magyari Zoltán adta logikusan a nevét, mert hogy Magyari Zoltán neve polgármestereknek, közigazgatásban dolgozóknak, közszolgáknak, ugye most már kötelező tudni róla, hála jó Istennek. Magyari Zoltán tatán született, tatai emberként élt, az eszterháziakkal komoly nagy vitái voltak, neki köszönhetjük, hogy Tata és Tóváros 38-ban egy várossá lett, és nagyon sok mindent köszönhet neki a városunk, például azt is, hogy a mintajárás gondolatát megfogalmazta, de nem csak megfogalmazta, hanem ki is dolgozta, minisztériumi segítséggel és támogatással. Az akkori kormány tagja is volt, ő államtitkárként is. Egy nagyon szép film van egyébként róla, Bereményi Géza Tanítványok címmel egy gyönyörű filmet készített róla, érdemes előkeresni és megnézni. Szóval Magyari Zoltán nevét adtuk ennek a programunknak, ennek a tervünknek, és aztán belül pedig az egyes fejezeteknek szintén egy-egy nagy tatainak a nevét adtuk. Így a Öveges tanár úr tanított itt nálunk, róla neveztük az oktatás, kultúra, sport, család és ifjúsági programunkat, vagy az Eszterházi családról a gazdaságfejlesztésünket, vagy Fellner Jakabról
az Eszterházyék nagy építészéről, aki Tatát építette, a településfejlesztési programunkat, aztán a Gizvány Sándorról, aki egy fantasztikus személy volt szintén a szolidaritási programunkat, Kis Istvánról, aki magyari munkatársa volt a közigazgatási programunkat, tehát kötöttük rögtön ezeket a program részeket és ezeket a feladatlistáinkat, ezeket a kifejtett elképzeléseinket, rögtön kötöttük egy olyan Tataihoz, aki Tata szellemi örökségéhez tartozik. A múltnak a mában való újra és újra fölhozása, megismertetése, tanítása sokak számára ilyen húsdi dolognak tűnik, és sokan vannak, akik azt gondolják, hogy ezekkel nem kell nekünk foglalkozni, mert mi már mindent sokkal jobban tudunk. Én abban hiszek, hogy a szél kihívásaira a fa gyökerével válaszol, tehát ezeket az öregjeinket, ezeket a régi tataiakat, azokat a nagyszerű tudósokat, művészeket, szellemi embereket, akik Tatán éltek és alkottak, azokat folyamatosan használnunk kell, őket ma is dolgoztatnunk kell, mindaz, amit ők kitaláltak, azt ma is itt kell, hogy legyen, és használni kell, és oda kell rájuk figyelnünk. Szóval létrehoztuk ezt a magyari tervet, aztán ezt a magyari tervet elkezdtük megvalósítani. Hozzá kapcsolódik még az, hogy a magyari terv mellett létrehoztunk egy másik dokumentumot is, ez a tatai járás története és térségfejlesztési stratégiája, mert hogy abban hiszünk, hogy Tata, mint a kistérségünknek, mi 10 településből állunk, Tata egy 25 ezeres város, és 40 ezeres a kistérségünk, ami hála Istennek egy nagyszerű döntés következtében a járással abszolút megegyezik. Tehát mi nem dobtuk ki az ablakon a kistérség eszközét sem, hanem így, hogy a járással azonos méretűek vagyunk, nagyon jól tudjuk használni, például intézmények fenntartását közösen végezzük, és éppen ezért folyamatosan úgy érzem, és úgy érezzük itt képviselő társaimmal, munkatársaimmal is, hogy nekünk, mint egy kicsi térségben, ebben a járásban lévő városnak az a kötelességünk, alapvető kötelességünk, hogy a környezetünkben lévő kis településeket, mint egy állandó segítőjeként és állandó biztonságot adó várként, ha egyszer van egy gyönyörű tatai várunk, akkor ezt a fogalmat így is használjuk, szóval egy biztonságot adó központként, várként is tekintsük, és éppen ezért a 9 kistelepülésre nagyon komoly hangsúlyt fektetünk a munkánk során, nem csak mondjuk a fejlesztések tekintetében, de abban is volt közös pályázatunk, nem egy, közösen teszünk olyan új fejlesztésekre is javaslatot, ami a közútfejlesztés vagy éppen a kerékpárútfejlesztést jelenti. Az intézményeink szempontjából a fejlesztés intézményi szoftos témákban, tehát azokban a témákban, ahol a szakmai fejlesztéseket végezzük, szintén mindig bevonjuk a kistérség településeit. Tehát olyan szemmel nézünk a térségre, hogy ott szintén kötelező feladatunk van, mint kisvárosnak, ennek a térségnek a közepén. Két iránya van egy ilyen terv megvalósításának, hogy az abban megfogalmazott értékek, azok valósulni is tudjanak. Ehhez arra van szükségünk, hogy amennyire csak lehet, ezt megismertessük a helyiekkel. Éppen ezért a magyari tervet olyan nagy példányszámba készítettük el, hogy aki csak kér belőle, ahhoz el tudjuk juttatni, és mindenkinek ott lehet Tatán a könyves polcán, vagy az éjjeli szekrényén, hogy rendszeresen bele tudjon nézni, és akár hozzá tudjon újra szólni, de akár a benne lévő gondolatokat a saját fejlesztéseihez hozzákösse. Elsősorban természetesen itt a gazdasági vállalkozásokra, a vállalkozásokra gondolok, de a civil szervezetek, az egyházak, az egyéb közösségek, az intézmények, a nem önkormányzati fenntartású intézmények számára is egy alapdokumentum, ez a magyari tervünk. Ezzel a magyari tervvel tulajdonképpen egy olyan
brandet tudtunk létrehozni a városba, amit még azok is elfogadnak, akik mondjuk a politikai hát térfélen a másik oldalon állnak, finoman akartam fogalmazni. Rájuk vonatkozóan, nagyon tetszett itt az előbbi a felvezetőben elhangzott gondolat a különböző színekről, pont így fogalmaztam én is, hogy azt szerettük volna elérni, hogy a magyari terv az egy a közösségünk teljes elfogadásával jöjjön létre, és egy-egy ciklusban, amikor esetleg váltás van, hát most már ez elég régen volt Tatán, ha esetleg váltás lenne egyszer majd, akkor már ne azon vitatkozzunk, hogy mit kell létrehozni még Tatán, és milyen fejlesztések vannak előttünk, vagy a kulturális sport egyéb területeken milyen irányt szeretnénk fönntartani, hanem azon vitatkozzunk már csak, hogy milyen színűre fessük, hogy az előző példához visszakanyarodjak. Vagyis, hogy az alap dolgokban legalább értsünk egyet. Egy kisvárosban már politikai pártok küzdenek meg egymással a választásokon. Ez a falvakban nem így van, ott ugye általában független mindenki, aminek egy másik veszélye van, például az a veszélye van, hogy lényegesen nehezebb kohéziót, közösséget teremteni, hiszen mindenki önálló entitásként azt gondolja, hogy abba az irányba kell menjen a települése, amerre ő egyedül látja. Ott, ahol pedig pártok vezetik a települést, az a jó, hogyha valamelyik közösség abszolút többséget tud kapni, hiszen akkor valóságos lépéseket tud tenni, és nem kell örökös üzletelésbe, kompromisszumokba belemenni az ellenzékkel. Nálunk ez, hála Istennek így adódott, hogy, és a választóknak, hogy 2006 óta abszolút többséggel tudjuk a várost irányítani. De éppen ezért nagyon fontos az ő személyük is, és az ő szempontjaik is, és az ő véleményük is. Tehát mindig figyelembe vesszük az ellenzéknek a javaslatait, véleményét is. Nagyon sokszor befogadom az előterjesztésekbe is a véleményüket, aztán ennek ellenére nem szavazzák meg, de legalább tényleg ott van az, hogy szeretném azt, hogy minél szélesebb körben értsünk egyet abban, hogy merre kell mennünk. A következő szint, vagy a következő kör, ugye a választópolgárok köre, az önkormányzat az azt jelenti, hogy mindenki benne van, aki ezen a településen él, az ott lévő civil szervezetek és a többiek. A lehetőség szerint minél jobban szeretnénk őket is bevonni, ahogy mondtam, a magyari terv létrehozásába is nagyon komolyan részt vettek, olyannyira, hogy a végén a neveket is felsoroltuk, hogy ki mindenki szólt hozzá, és benne van a kiadványban, hogy ő, Kis Pista is hozzászólt ehhez, adta a véleményét, a javaslatát a magyari terv kidolgozásához. Vagyis, hogy azt kell nagyon-nagyon éreznie a közösségünknek, hogy igen, én itt alkotó része vagyok, alkotója vagyok az én városom, az én településem fejlődésének, és nem csak a fejem fölött döntenek dolgokról. Vannak természetesen olyan helyzetek, amikor azt a dolgot kell megvalósítanunk, amelyre korábban hoztunk már rendelkezést. Ilyenkor, meg egyébként is a felelősséget, az természetesen a vezetésnek, a testületnek kell fölvállalni. Kaptam egy megjegyzést, hogy szapulom az ellenzéket. Én azt gondolom, hogy a lehető legkorrektebben fogalmaztam, véletlenül se szapultam az ellenzéket. Arról beszéltem, hogy éppen az arról, hogy beszeretném őket minél jobban vonni a munkába, és abba a fejlesztési gondolkodásmódba, amiben a többség, akiket többségként megválasztottak a városban, azokhoz nekik is van lehetőség csatlakozni és hozzászólni. Tehát a lehető legnagyobb nyitottsággal dolgozom egyébként velük, és a lehető legkevesebb problémát szokta hozni nálunk ezek a viták. De ez kétféle múlik, ebben igaza van a hozzászólónak, tehát ilyen szempontból véletlen se szapulás volt a részemről, hanem inkább az a tény, annak a megerősítése, hogy együtt kell haladnunk. A másik dolog pedig ennek a praktikus megjelenése, ennek a bizonyos kommunikációnak a városban élők felé. Milyen módon tudom én azokat az értékeket, amelyet szeretnék a városban megvalósítani, hogyan tudom eljuttatni hozzájuk. A jövő nevelése szempontjából mi létrehoztunk egy Tata tankönyvet, nálunk minden általános iskolában 5. osztály fölött van egy ilyen tantárgy, hogy Tata. Ehhez egy
tankönyvet hoztunk létre. Ezt a tankönyvet most írjuk éppen újjá, mert hogy 5000 példány elfogyott már, tehát most születik meg az új kiadványunk, ezért ebből nem tudok most mutatni, de jó szívvel ajánlom mindenkinek, hogy szülessen meg a városáról, a településéről az a tankönyv, amit a felnőttek is, meg a gyerekek is tudnak úgy használni, hogy a patrióta szellemiség be tud ivódni a lelkükbe, a szívükbe. A helyi identitás erősítésének a legalapvetőbb dolga, hogy csak amit ismerek, azt szerethetem. Ennek a tankönyvünknek ez a jelmondata, hogy csak amit ismerek, azt szerethetem. Mert amit szeretni fogok, arra már egészen másképpen fogok nézni, és egészen másképpen fogok vigyázni. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy e tekintetben is sokat tegyünk. Látom, hogy elszalad mindjárt az időm, címszavakba csak néhány dolgot még hadd említsek meg. Fontosnak tartom azt, hogy az a gazdaságfejlesztés, amit mi is a városban létrehozunk, az ne egyoldalú legyen. Volt olyan elődöm, aki azt tartotta fontosnak, hogy a gazdaságot erősítsük. Volt olyan elődöm, aki a turizmust akarta jobban erősíteni. Mostani testület úgy látja, hogy mind a kettőre egyformán szükségünk van, és mindegyiket a maga szintjén a lehető legjobban kell használnunk. Így például a turisztikával kapcsolatban az az elvünk, hogy mi mindent a tataiaknak építünk, hogy egyébként az jó a turistáknak is, jó a vendégeinknek is, annak pluszban annak nagyon-nagyon örülünk. De alapvetően mindent a városunkban élők számára hozunk létre. Ez a hozzáállás azt segítheti, hogy a turisták is jobban szeretnek jönni hozzánk, mert úgy érzik, hogy az itt élőkért történnek a dolgok, az itt élőkért valósulnak meg a fejlesztések, és otthonosan érzik magukat a tataiak a városban, otthon érzik igazán magukat, szeretnek itt élni, és ezért jó idejönni másoknak is, hiszen mindenhova nem csak a látnivaló miatt megyünk, hanem az ott élő emberek miatt. Én azt gondolom, hogy azt kérték az előadók, hogy adjak lehetőséget a kérdéseknek is. Szeretném megkérdezni, hogy ez így jó-e, hogyha mostantól lehet kérdést is föltenni. Tudnám még mondani sokáig, de véletlenül se szeretném a szünet idejét elrabolni. Teljesen jó, hogy mostantól lehet kérdezni, illetve én azt is javasolom, hogy föl is tennék egy kérdést. Köszönöm. Többször említődött a magyari terv, amit helyben megkaptak már többen. Mondjuk, hogyha távolról érdeklődik valaki, és megnézné ezt, akár mintának használná, hol elérhető, mondjuk vidékről, van-e olyan felület, ahol megtaláljuk, vagy bármi dokumentum, ami ezt a folyamatot dokumentálja? Honlapunkon nagyon sok minden fönt van, úgyhogy jó szívvel ajánlom, nyugodtan keressék, de aki így nyomtatott formában szeretné, ha ír egy e-mailt a polgármester@tata.hu-ra, örömmel elküldöm postán is. Mint ahogy a másik kiadványainkból is, azért még egy-egy példát hadd mutassak, van egy Tatai Patrióta című kiadványunk, ami negyed évente jelenik meg egy ilyen elegáns formában, ezért fizetnie kell a tataiaknak, hogy érezzék, hogy ők is patrióták, vagy egy másik ilyen kiadványt még hadd említsek meg, 9 testvérvárosunk van, minden évben egy angol-német nyelven adunk ki egy olyan kiadványt, amiben az előző évünket dolgozzuk fel angol-német nyelven, és ezt adom ajándékba a külföldi kapcsolatainknak, vagy a hozzánk érkező gazdasági külföldi vállalkozásoknak is, hogy a mindennapi életünkbe lássanak bele, ne csak egy képeslapot kapjanak, vagy egy képes könyvet, hogy milyen szép épített öröksége van a városnak, hanem azt is lássák, hogy egyébként hogy él ez a város. Volna még egy kérdésem. Többször volt szó már arról, hogy 2015-ben Tata Marketing főváros címet kapott. Mit jelentett ez Tata életében? Milyen változást hozott? Hogyan értékel ezt a címet? Hát, ha tippeket tud adni, vagy inspirációt más településeknek is. Köszönjük szépen. A Marketing Szövetség írta ki ezt a lehetőséget, és az volt benne nagyon jó a felhívásban, hogy nem csak önállóan az önkormányzat pályázhatott, hanem különböző cégeket, vállalkozásokat, vagy intézményeket,
civil szervezeteket kellett becserkészni, hogy ők is a lehető legjobb marketing példáikkal pályázzanak. A város úgy tudott lenni marketing fővárosa abban az évben, hogy nagyon sok civil szervezet cég nyújtott be szintén jó pályázatot Tatáról. A marketingre vonatkozóan az önkormányzatok gyengén állnak szerintem. Olyan szempontból is gyengén állunk, hogy nem nagyon foglalkozunk ezzel, hogy ez fontos lenne. Pedig azt gondolom, hogy mindegyikünknek nagyon fontos, a portástól, az irodavezetőn, a munkatársainkon keresztül mindenkinek, képviselőig mindenkinek fontos, hogy egyben marketingel is a városát, akkor, amikor megjelenik, amikor szól róla, bármilyen körülmények között. Tehát ezt komolyan kell venni, ez egy nagyon fontos eszköz. Oké, még egy kérdés, hogy a többször említődött, hogy civilekkel tartanak kapcsolatot, vezetőkkel, gazdasági szereplőkkel, ennek milyen formája van? Csak írásba kommunikálnak, vagy van ennek személyese is, vagy hogy zajlik mindez? Köszönöm a kérdést, valóban erről nem beszéltem, pedig pont Arisztidékkal csinálunk egy olyan sorozatot, ami nagyon jól bevált, és jó szívvel ajánlom. Ez az üzleti reggeli nevet kapta. Minden hónapban meghívom a város cégeit egy-egy adott témában, ahol előadás is zajlik, egy kis felvezetővel, ahol a polgármester legalább el tudja mondani a legfrissebb híreket közvetlenül, és lehet kérdezni is őt. Tehát a feladatunk az, hogy közvetlen találkozási pontokat is valóban megszervezzünk, és ne csak egyenként tudjunk találkozni a cégvezetőkkel. Ugyanez a civil szervezetekkel is működik, ott van egy, nálunk létrejött egy civil társulás, ami azt jelenti, hogy a tatai civil szervezetek beléphetnek egy társulásba, és így rajtuk keresztül tudunk egy abszolút közvetlen kapcsolatot szervezni folyamatosan a tatai civilekkel. Még alakul kérdés, mert mindig nagyon izgalmas egy-egy előadásnál, hogy nagyon sokszor pozitív képet kapunk, és olyan könnyűnek tűnik. De hogy megkérdezhetem a polgármester urat arról, hogy milyen kihívások, akár nehézségek is voltak ebben a folyamatban, amivel találkozott. Tud-e párat említeni, amilyen saját élmény volt, érdekes és megosztható a konferencia résztvevőivel? Ugye egy városvezetőnek a legnagyobb nehézségeket általában azok a konfliktusok hozzák, amikor úgy tűnik, hogy magukkal a tataiakkal kerül akár konfliktusba a városvezetés, mert van egy kisebb vagy nagyobb közösség, aki egy-egy kérdést másképp lát és másképp szeretne megvalósítani. Volt ilyen ügyünk, iskola ügyekben, régebben zeneiskolánkat át akartuk tenni egy sokkal szebb, modernebb, vagyis gyönyörűen újjáépített régi épületbe, felújított modernített épületbe, és ott egy komoly vitánk lett a tanárokkal, hogy ő nekik az a régi volt a kedves, és hát most miért kell átköltözni. Vagy mondhatom a legfrissebb ilyen élményünket, ami egy kicsit ilyen országos hírt is kapott, egy szállodafejlesztési program Tatán, ahol egy nagyon komoly ellenállás épül föl odáig, hogy most éppen népszavazási kezdeményezés is van itt az asztalunkon. Tehát vannak konfliktusok bőven természetesen, de mindig ezek előrébb viszik azért az ügyet, hiszen ennek kapcsán sokkal mélyebben, sokkal komolyabban nézünk utána mi is egy-egy ügynek. Még több mindent kell rajta kidolgozni, még jobban kell dolgozni vele, még több minden információt kell tudni adni ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket aztán valahogy összetalálkoztassuk, és minél hamarabb és minél jobban mindenkinek a megelégedésére szülessen meg az a végső produktum. És talán egy utolsó kérdés, ami belefér az időnkbe, belőlem nem, tehát hogy kibújik az, hogy évtizedekig Kecskeméten ifjúságfejlesztéssel foglalkoztam, majd utána dolgoztam egy picit idősekkel is, és azt látom, hogy egy település jövőjének nagyon fontos az, hogy a generációk együtt tudjanak működni. Hogy tud-e abból jó példát mondani, hogy Tatán mi az, ami összehozhat generációkat, vagy ilyen, hova tud akár egy idős vagy egy fiatal bekapcsolódni ebbe a fejlesztésbe az irányba? Milyen akciók voltak erre akár? Folyamatosan nagyon jó kapcsolatunk van természetesen nyugdíjas klubokkal, két komoly nagy nyugdíjas klub, több száz tagú nyugdíjas klub van a városban.
rendszeres látogatójuk vagyok, és találkozási pontjaink vannak az egész közösségükkel is, tehát ott mindig elmondom az újabb várost érintő legfontosabb híreket, fejlesztési lehetőségeket. Ugyanezt megteszem a gyerekekkel is, van egy diák önkormányzatunk, ami kiválóan működik. Ennek a diák önkormányzatnak rendszeres találkozói vannak, sőt az évente van diák közmeghallgatás is a városunkban, ahova külön a kisgyerekek és a nagyobb gyerekeket is fogadjuk, és a lehető legtöbb mindenbe be is vonjuk őket. Gyermekbarát város, családbarát város címünk is van, ezért a döntéseinket megelőzően mindig, ami érintheti a családokat, gyerekeket, mindig igyekszünk a lehető legjobban a véleményüket szintén kikérni, de nincs benne egy ilyen formai túlzás, vagy ilyen erőlködés, hogy most aztán pont érkezik a hónap, most kell találkozni. Nem, hanem spontán, nagyon-nagyon sok, így lényegesen többet találkozunk szerintem egyébként, egy spontaneitás van benne, ami nagyon jóvá is teszi ezt a lehetőséget. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm! Köszönjük szépen, polgármester úrnak! Áldott előadását és válaszait. Folytatjuk a konferenciát. Most lesz az a rövid technikai szünet, amit Arisztid megígért, hogy itt most egy kicsit föl lehet állni, el lehet menni kávézni, aki szeretne, az dohányozni. És akkor 10 perc múlva folytatjuk a következő előadással. Köszönjük, hogy eddig is velünk tartottak, és 10 perc múlva várunk mindenkit.